Mi a helyzet, gyerekek? Jó reggelt! Milyen szép idő van! Fel van téve a pózusmérő, a Garmin, és menjünk egyet, kocogjunk. Menjek, meg kell nézem a postalahadat. Nem is kapcsolom, most például sétálok csak a kapuig. No, kommentek, gyerekek, a betonozásra, köszi szépen a tanácsokat. Jött egy pár jó ötlet. Az áválasztása a két alapnak. Ja, az ki is mondta, ja, Roland. Jó ötlet. Valamit be kell oda tegyek el. Valamilyen habba. Hát látni, hogy a parafát, vagy valami hablemez, vagy nézegettem, hogy mit lehet kapni Home Depotba. Csak 100-on van a szívem. Ja, közben nem mér olyan jól ez a szívvel. De hát most jó 105 meneget lassan felfelé. Én vagyok megint egy kicsit rozsdásodva, addig ültem és gugoltam, és tegnap törtem felőtt az alaponnál. Na, majd megmutatom, mikor visszajött. Lá volt a malter, ugye, csepegve. Ott a ház mellett az alapnak ó kilóg. Na mindegy. Induljunk el. Erre felé fordítsam a kamerát az útra. Jó. Olyan madarak, hogy kiabálnak. Kérdezte valaki, milyen madarak vannak itt, milyen papagájok. Nem tudom, nem ismerem. De ezek a nagy fajták. Azt hiszem, izén Makának hívják, Makaú valami. Várom még mindig azt a csekket. Connecticutból $400. Hát, hogyha ma megjött, beteszem betont, amikor megrendelem. Nem aznap veszik le a pénzt, hanem csak aznap, mikor hozzá ki. Hát, ha pénteken hozzatom ki, akkor csak pénteken te veszik le a pénzt. A 143-ra ment fel a pózus. Most csak egy óvatosan menjünk. Nem sietünk. Szóval 148, 149. Itt 150-160 között jó. Az 56. kő olyan villanyt úton, és így valami fekete. 157. Jó, 160-ig még tudok beszélgetni. 158. Csemetek átesik. Minek a kutyája? Gondolom velük van. 163. Száz 65 visszabb kivegyem egy kicsit. 160 reggelibe legények. Beesett egy munkam a délutánra. Kluistonba. Elég messze van, 60 valami négyfőt. $80 fizet. 167. Kicsit le kell lassítsam, ha nem kidögölök. Ezért jó, hogyha van egy ilyen monitorod. 5 perc, 57 másodperc. Az első kilométer. Templomot hamar felnyomtak mi. Lá is aszfaltoztak. Szóval 164. Jó, neki is kell visszaabjön. Nem jött semmi. Rohadjatok meg. Mindegy, fel kell hívjam őket. Hogy küldjek egy emlékeztető e-mailt. Oké, visszajött. 156-ra, 155, 154. Kicsit még hagyom, jöjjön vissza, és akkor... 7 perc alatt jöttünk, 7 és fél alatt ki ide. 142. 1,25 km. a 2,5 km kaputú kb. Purcogtat a nagy kamion. Na jó, 140, mehet tovább. Nem szabad túl gyorsan, főleg mikor kezdő vagy se, nem vagy formálva, csak lassan, hanem hamar kidög lesz, csak óvatosan. Lényeg a mozgásomban, nem azon, hogy mennyi idő alatt észed a mérés, csak azért jó, hogy tudjad, hogy mit csinálsz. Tudjad összehasonlítani majd az eredményeidet, ez jó motiváció. Nem ettem még semmit. Mennyire hát az idők? Fél kilenc, fél tíz fáj. <laughs> 164, 165. Kicsit lassabban kell megyem. Görényszagút érzek. Szarsz 70. Most kicsit le kell lassítani. Túl gyorsan mentem. Oké. Lassan. Lépésbe. A Ernesto bezárta a kaput. Nem tudok jönni. Back home működjek. Bezárták, kérjem ez itt számkódot. Oops. Mi a helyzet? Fejlesztő kutyavaja vagy? Megint 170 meg kell lassuljak. Szóval 171, 172. Szemetet nem vitték. Szóval ez a homoksüppelés. Fut ki a labadaló. Annyi volt, 2,5 km, kaputól kapuig 15 perc. Lassú ugye a tempó, de úgy fel nem építed. A fitness-t addig az így kell menjen, hiába erőlteted. Mert csak kidög lesz, lesérülsz, megfordul. Térded, bokad, 166. Mi lehet, hogy lekocogtam, kényelmes, nyugodt tempóba, úgy, hogy nekem jól esik. És kész. Nincs semmi bajom. Nem vagyok kidögővel. Nem fáj semmi, se lábom, semmi. Így kell. Sokan itt van csalkál, amikor így nekikáznak egy kicsit mozogni, hogy túl hol csalkmal, akkor csak lesérülnek. Vagy csak egyszerűen elmenjen a kádvék az egésztől. Szóval 147, 148. Mindjárt kiírja, hogy recovery heart rate. 140 körül. Szóval 38, recovery heart rate. Oké. No. Ja, kérdeztek egy páron, hogy mi az a csuda szerszám, hát ez egy lézerre levelt, lézerre vízszintező, vagy hogy mondják, levélnek szintező. Na de... Ja, ilyen a dőlést. Mutattak, hogy adjak dőlést, adtam neki. Adtam itt egy olyan fél incset. Tehát ennek a 14 lábon, ja, fél incs az elég kell legyen, az mennyi, másfél centi. 1,25 centi. 1,4 centi. És az oldalain ott is adtunk le, talán egy kicsit kevesebbet. Na, úgyhogy van dőlés. Olyan, még a nylonnal kapcsolatban azt el is feláll, vagy lehet említettem, de... Tehát itt úgy szokták csinálni, hogy tesznek, mielőtt leöntik a betont, mielőtt a betonvasot leteszik, leterítnek egy nagy nylont. Hogy... Hát több oka van annak, ugye, de az egyik, a legfontosabb az, hogy a vizet ne tudja felszívni. Ugye, mivel itt sok a víz, akkor a víz az alapot eléri, akkor ja, fel tudja szívni. A víz miatt, csak másik valami gázok miatt, ami a földbe vannak. Már elfelejtettem, hogy milyen gáz, de van itt Floridában egy olyan gáz, ami mérgező lehet. Mi a fene volt? Mindegy. És fel tud szivárogni még a betonon keresztül is. És ezért tesznek egy ilyen 6 milles nylon, tehát egy ilyen jó vastagon, mint egy vastag nylon zsák, ugye elvágva. És ja, tehát előbb azt fogom leteríteni, arra jön a betonvas, és úgy öntsük a betont. És el kell menjek Home Depotba. Már ma menjek úgyis dolgozni, és megállok Lózba, hogy Home Depotba vegyek egy olyan 4 incses csikot, amit oda teszek az alaphoz. Hát ide egy ilyen centis, hát fél incses, úgyhogy ja, 1,4 centi, és egész magasságba. És körbe a két szélincs itt elő, hogy elválassza a két alapot. Akkor úgy kell tegyem, hogy ne lógjon ki végül, és lehet hagyni, hogy kilógjon egy kicsit, és majd levágjuk, de egy kicsit messzi lesz, mert az a helyzet, hogy mikor leszkrideljük, tehát mikor bejöntsük a betont, le kell simítani, ugye nagy lécet keresztbe tesszük. Ide támaszkodik, és ott kint a deszkára, és húzzuk elé hátra, hogy egyenesbe hozzuk a szintet. És hogyha ide egy anyagot teszek, ami ki fog lógni, akkor abba belé fog akadni. És nagy mocskolás lesz, ott le se lehet helybe jól vágni, mert ugye a friss betonnal érintkezik. Úgyhogy jó lenne, szerintem egy kicsivel lennebb hagyjam ezt az anyagot, amit ide beteszek, az elválasztót, mondjuk egy olyan 5 mm-rel, egy negyedincsel lennebb hagyjam, és akkor ásimítsuk a lécet, a tetején akkor végig tudjuk húzni, és akkor azt a vékony réteget, ami marad a tetején, majd felpattogtatom kalapáccsal, és betöltöm bitumennel, úgy, ahogy ajánlottátok, vagy úgy is hagyhatom végül is, az lát majd fel fog rápadni. Tehát jobb, ha feltöröm. Feltöröm, amikor megszáradt, ugye, mit tudom, egy pár nap múlva. Feltöröm se. Na, most már vissza is jött a heart rate 94-re. Felszökött. Ha lefeküdnék, akkor lemennem 90 alá. 75 körül van nekem nyugalmi állapotban, mikor fekszek, és nem mozdulok. A gyakorlott futóknak lemehet 60 körülire nyugalmi állapotba. Szívik annyira megerősödik. Na. Jó van. Menjek, akkor csinálok valamit. Ez a tegnapi feltöltöttem. Körbe mentem itt a széleinkkal a parcson, lepattogtattam. Ugye máter rá volt húlva, miutkor vakultam. És ezt körbe mentem, egészen lepattogtattam. És akkor kezdem egyenlíteni. Ezt a részt már megcsináltam. Felletörtem, ahol magasabb volt, onnan lefaragtam. Ahol kevesebb volt, ott hozzáadtam. És akkor itt be kell fejezem az elejét, se túlsó felét ma. Itt egy kicsit alacsonyabb, ide még kell hozzak. És ott helyenként még alacsonyabb látszik. És innen egy kicsit onnan kell lefaragjak, ott magasabb azon a felén. Onnan lefaragom, és áthozom ide, és elegyenlítem. És... ja, azzal annyi. Na, megcsinálom. És akkor be lehet... talán be lehet tenni a nálon, bevasazni. Hogy fogassam oda azt a izét, ezt a csíkot, ezt a hablemez, vagy nem hablemez, mi is ilyen szivacs félét, amit ide fel fogok fogatni a két alap közi. Ragasztó, valami ragasztóval, nem? Ragasztó. Ilyen valami szilikonos ragasztóval. Olyan construction glue-val, nem? Hogy hívják? Liquid Nails? Folyékony szeg? Jó. Az jó lesz. Akkor azt is csinálom meg munkába délután. Elmegyek Home Depotba vagy Lowe'sba, s veszek ilyen szivacsot, ragasztót, és jövök, felragasztom körbe. És leteszem a nylon belé a vasat. Valaki küldött képeket az este, hogy a vasat, mikor a Lowe'sból megvettem és hazahoztam, és a billencs, és utána múlcsot tettem rá, és egyből nem ürítettem le, mentünk James X-re fát kikötözni, akkor mások visszajöttem, és oda hátul leürítettem, tehát arra gyanakodtam én is, arra csomóra, de nem voltam 100% biztos, úgyhogy még egy másik csomóban is próbáltam keresni, de akkor ott kell legyen, úgyhogy kell keressem tovább. Na jó, ennyi gyerekek, legyen egy gyönyörű szép napotok.